Hello, sziasztok gyerekek, üdv a csatornán! Képer jelentkezik egy... Jaj, nagyon félelmetes videóval, be vagyok szarva, mint az állat. Várjatok, szedjük össze magunkat még egy kicsit jobban. Nem tudom, hogy mit kell nyomni. Oké, van nálam lőszer bőven. Gyerekek, egy olyan hordával fogunk szembenézni, amelyen még nem volt ebben a részben. Dupla erősségű horda fog támadni, tehát dupla mennyiségű a megszokotthoz képest, meg még ráadásul dupla hosszú, ugye, mivel nagyon sokáig fognak támadni, és dupla mennyiségű. Ez szerintem a legfontosabb. Ugye a stage, a játék stage-a már nagyon magas, szóval valószínűleg, hogy rengeteg csúnya, nagyon durva zombi fog ránk rontani most majd ebben a részben. Van nálunk elég javítókészlet is, van nálunk minden, de bár nem tudom, hogy mennyire fog működni ez a bázis. Ha nem fog működni ez a hordaváró, akkor nagyon rá fogunk cseszni, gyerekek. Jaj, nagyon izgulok, ne haragudjatok, fel vagyok pörögve, nagyon durva, mert nagyon keveset aludtam az utóbbi napokban, ráadásul 16 órát dolgoztam tegnap, nagyon kevés alvással, ma megint mentem dolgozni, most hazaértem, és úgyhogy Úgyhogy nem tudom, hogy mi fog ebből kisülni, hogy fog ez megoldódni. Jaj, gyerekek, nem jó fele futnak, baze. Jó fele futnak, nem jó fele... Baze, mennyi zombi, Rick? Mondjátok, hogy nem fogják ütni. Úristen, szerintem gépfegyvere fogok darálni, nem fogok tökölni. Oda nézzetek, mennyi zombi. Nézzetek, mennyi zombi! Mit a fasz? Jó, figyeljetek, szerintem nem fogok tökölni, hanem... Próbálom osztani folyamatosan a fejlövéseket, meg mindent is. Meg nem is, nem tudom mit csináljak, nagyon sokan fognak jönni. Úgy látom, hogy egyelőre működik a projekt. Elkezdi bazd, meg jönnek az ellenfelek, nem mondott testvérem. Jó, figyeljetek, ilyen... célzott lövésekkel megyünk, nem dalálunk. Mert lehet, hogy nagyon sok lőszerre lesz szükségünk, gyerekek. Nagyon jól működik ez a projekt, úgy látom. És hogyha ezt túléljük, akkor azt fogjuk csinálni, hogy a következőben még több tripla mennyiségű zombival fogunk szembenézni. De az biztos, hogy iszonyat mennyiségű XP-t fogunk közt fölhalmozni. Jó lenne, nem érnének ide egyébként, úgyhogy annyit le kellene szedni őket. Ott már van is egy loot. Valószínűleg loot az fog ennyi esni, mint a sár. Okosba, folyamatosan lőjük őket. Jó lenne fejlővéseket osztani, de ugye elég nehéz, hogyha ugrálnak folyamat. De úgy látom, hogy nagyon jó, gyerekek, dupla mennyiségű zombit támad ebben a részbe. Gondoltam, egy kicsit fölpörgetjük ugye a hordákat, mert elég uncsik voltak szerintem régebben. Ugye csináltunk egy vészkijáratot is, várjátok, azt ki fog én nyitnom azért, hogyha nagyon szorosodik a helyzet. Szorosodik a helyzet, akkor ki tudjuk ugrani. Oké. Okay. Gyerekek, ez... Jajajajajaj, nagyon jól lassítja őket, úgy látom. Úgy, okosba, folyamat lőni őket, szépen okosba. Fejlővésekre próbáljuk meg hatni. Olyan közel ne akarjanak jönni. Gyerekek, oda nézzé mennyi, hallod, rengeteg zombi. És a következő horda napon, amelyik nem 7 nap múlva fog bekövetkezni, hanem azt fogjuk csinálni, hogy leteszteljük, hogy mennyire jó ez a hordaváró, és a gyenge pontokat kiküszöböljük. Meg, ráadásul még, fejlesztjük csapda szinten is, ugye különböző csapdákat fogok kialakítani, meg pánikszobát, meg mindenfélét, amit csak el tudtok képzelni. Mi fasz? Ide pörkölt nekünk valaki? De hol van? Várjátok, lövök így egyelőre, bár így... Honnan lő, baze? Honnan lő? Ez a baj? A rendőre? Ha szorosodik a helyzet, akkor darálunk komolyabban. Ugye a robbantós zombikre nagyon kéne figyelni. Azok a legveszélyesebbek számomra jelenleg. XP-ben bővelkedni fogunk szerintem a nap végére. Ahhoz képest, hogy most jól megy, még nem jelenti azt, hogy ez így is fog maradni, úgyhogy... Oda nézzetek, izé is jött zombi farkas. Láttátok? Zombi farkas jött.
próbálok így jó ideállni, hogy talán az is befolyásolja, hogy nem fogják bontani. Hogyha véletlenül elkezdik bontani a berendezéseket, akkor lesz nagy probléma. De úgy lát, oda néz a zombi farkas dikasz, az ugye fixen dobja a piros zacsit. Szerintem már legalább 5 darab zacsi jött, úgyhogy rengeteg jó lootunk lesz. Ott ugye próbálnak felugrálni két oldalról, csak nagyon nagy tülekedés van. Ugye ez egyáltalán nem probléma a gyerekek. Ott is egy zombi farkas. Ó, nagyon jó. Ó, királyok vagyunk gyerekek. Rengeteg, így szonyatosan megy. Hopp, ott szerintem ott van egy izé, ott van egy robbantó, nem? A robbantót, azt lehet, hogy ne, azt nem szabad meglőni a izéjét. Oda legyek, azt szét kell darálni, úgyhogy ezt kicsit közelebb engedem. Azt a bötyár, gyerekek! Kirobba... Mi a f... Ez baj volt. Oda nézzetek, nagy lukat robbantott oda. Jó, még a szerkezetileg, úristen, nem sérültünk meg teljesen. De még egy robbantót nem biztos, hogy túl fogunk élni. Úgyhogy a robbantókat nem tudom, hogy mit csinálják, megpróbáljuk távolról leszedni. Ott is egy ott egy robbantó. Ott robbant, bazza, szétrobbant minden dík! Itt megugrálnak ezek a majmok. Hát remélem, ott is egy robbantó. És ott robbant, most robbant. Nem robbant. Jó, nem szabad meglőni azt a szarját. A különben berobbanott robbantak, több robbantó is. És jön megint egy robbantó. Ez nagyon nem jó. Nagyon izgulok. Ne, meglőttem neki, megint robbant. Úgy van, bazze, szétrehet minden. Ez az, nem tudnak átjönni. Újra gondol, újra tervezés, gyerekek. Nem tudnak átjönni. Menekülési van. Gyerekek nem tudnak, jó, 23 óra van és nagyon nagy a szar. A robbantókkal nem tudtunk mit kezdeni. Ez a nagy probléma. Itt a motorom, úgyhogy be tudok gyorsan menni a másik bázisomba, de így nem fogom túlélni ott se. Egyelőre meg kellene próbálnom, hogy ott túlélek. Menj, 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 menj. Azt a bőtyár, gyerekek. Azt a bőtyár, majdnem leszettek a izén. Várjátok, mi történt? Mi volt ez? Kiestem a grafikából, nem mondod? Kiestem a grafikából? Hát az az marha jó. Ne, hát ugye a izőjében... Így mi fog velem tőle, hogy hol vagyok? Elértem az eget. Bazza, föl! Föld vagyok, nagyon magasan bajzulok le! Dík, mi volt ez? Bazza, 4% HP maradt. Hát ez köcsök dolog volt, bazza, nem kicsit. Négy százalék HP. Gyerekek! Bazzom, nagyon, és az a baj, a lőszerem meg ott maradt. Dík! More. Meg kell gyógyítanom magam. Meg kéne mennem lőszerér is.
robbantós. Ne kéne mennem lőszerét, gyerekek, az a nagyon fontos. Jaj, nincs lőszerem. Ne, a robbantós. Ne fog fogyni előszerem, jaj! Gyerekek, ütik ám azért a berendezési tárgyakat is, várjál. Tőle ne így jól is tudom. Az a pártfasz. Köcsögjenek a fejek. Valami achievementet megszereztem, hogy elértem a... Jaj! Elértem az egát. Ez igen, komoly dolog volt. Jajjaj, a robbantósokkal kell majd vigyázzam. Ne bújj be, ne bújj be! Ne bújtok! Bejutottak! Egy robbantós! Ne! Van itt egy robbantós. Meghalt, ugye? Nem? Szórakozzatok, bazza, mi tört? Mi folyik a gyöngyösön? A robbantósok nem jók gyerekek, rájött, rá kellett, hogy jönjön. Szétcseszték egyből azt a bázist, nem volt jó. Nem volt jó buli. Nem baj, ez a legjobb fegyverem, és nincs, nem lesz benne lőszer. Jó, hát muszáj ütögetnem, basszus. És még csak éjfél van. Kutya! Kutyál bajom! Júj! Mi a franc? Takarodsz? Takarodnak a dolgozók? Be kéne vennem egy időt, egy rubofent, bazza, vagy valami, mi ez? Na. Be kéne vennem a gyorszeres pirulákért, várjál. Be kéne vennem valami... Nehogy már megéhezett a karakterem, bazza, nem megőrülök. És én átcsó, köcsögöm. Keeper. Ha, ha nyitva van az ajtó, akkor küzdeni akarnak, furni akarnak. Fur... Nekem is van bad feelingem, bazze. Mocskos. Ezt meg olyan lassan tárazzad már be, bore. Valami legyen veled. Kön lenni egy izét. Egy, na, izét. Hamburgert. Mi volt ez? Ezek hol ütöttek? Madarak, meggyűjtek a madarak. Ilyet. Lekapcsolom nekik a villanyt. Jó sokat segít. Jön egy robbantós, nem? De nem. Itt van egy hókuszpók. Mondjuk ez a tározni, vagy ez a célozni nem igen kell. Na jó van, jönnek néhányan, na. És ahogy ígértem, mindenképp dupla ennyien fognak jönni a következő hordakor. Ami nem 7 nap múlva jön, hanem 1-2 nap múlva. Le van amortizálódva a... Az armorom, gyerekek, az armorom. Nem tudom így megjavítani, jó van. Itt meg a madarak ütik a izét. Bunkernek az oldalát. Takarodsz. Amúgy én voltam béna, mert hogyha nem ott találom, a madarakat le kéne izére rúgnom a tetőről. Szét fogják furni itt a berendezéseimet. Nem mondod? Nem vagyunk egyedül? Nem mondod, testvéröm. Jó, nyugalom van.
Pöcsögnek az alkatrészek, gyerekek. Jó ez. Jó ez. Kalapács esküszöm, jó. Ezt kéne betároznom, és hogyha nagyon szor, akkor ezt elő tudom kapni. Ilyen lőszerkölöd volna, hoznom csak. De azért 4 HP-ba túléltem egy konkrétan, nem tudom mennyi a max blokk magasság, valami 260 vagy mennyi. 260 blokk magas ugrást motorval. Hát azt hogy éltem túl, te Jézus Isten. De ez mekkora bug volt, öcsém? Ha tolhattam volna meg, azért elszomorodtam volna, gyerekek. Na mi történik? Miért nem jönnek? Aztán mondjátok, hogy szétvertek valamit, meg izélek. Itt valami probléma van, gyerekek. Föl kéne mennem madarakat írtani, nem? Ezt szét fogják kapni. Mindjárt rendbe teszek a madarak táján. Híí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 í
kanadja, de hol van a többi ellenfél? Miért nem jött több? Valami baj van, gyerekek. Nem tudnak följönni, hallod? Tudni, valami nagy baj van itt. Nem tudnak följönni, vagy mit csinál? Furnak? Tak szarod! Madár, madár! Nagy, akkor nagy baj lesz, gyerekek. Akkor nagy baj lesz, ha nem tudnak följönni. Akkor nagy a problém, gyerekek, nagy a problém. Szerintem nem tudnak följönni, szerintem szétvertek valami lépcsőberendezési tárgyat. Súú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 ú
Gyerekek, mi legyen most? Nem hagyhatom, hogy a bázisomat tönkre teszik. Három százalékon van a motor? Ez úgy király. És még mindig csak öt fönn valamennyin? Szét fogják fúrni a bázisomat, az a baj. Körülnézünk. Le kell jönnem, bazze, le kell jönnem. Persze, bazze, ez a... Ki az a hülye, aki ezt ide tette? Aha, mit csinálnak? Mit fúrnak? Mit csinálnak ezek itt? Hol van a többi? Mert nem sok. Nem a francot, nem sok, baze. Nem vagyunk mi olyan töketlenek, ne vicceljék. Várjál ma. Nyugi bugi vagy gyerekek, nyugi bugi. Nem olyan fából faragtak minket ám. Gyertek, baze! Bázisokat nem hagyjuk! Gyertek rám, köcsögök! Az a finna, az jó bírta. No problémo, gyerekek, no problémo.
köcsögök. Gyertek, buzi, gyertek! Nincs el itt a probléma! Ne kéne nézni a bázistól, hogy mi a szituáció ott. Az a baj, ugye bejönnek egyre többen, és lehet, hogy a hátam meg is spónolja őket, aztán félek egy kicsit. Jaja, igen, spórolgatja hátam meg őket. Megnézem a bázison mit ütöttek, de talán nagyon nem cseszték szét. Ez mi volt ez a nagy lag, baza? Itt is próbáltak fúrni, ha ott azt az oszlopot fúrták. Jó, gyerekek, no probléma. Királyok vagyunk. Figyeljetek, fölcsaljuk erre minket. Gyertek, buzik, gyertek! Gyertek, buzi! Hogy a faszba került ez megint? Gyertek! 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 Keepert fogadja! A fogadóbizottságot. Vagy mit csinálok én? Nem tudom, mit beszélek, gyerekek! Aha, fölmásztak ezek, basz. Mit csináltok, köcsögök? Hát komolyan mondom, ezt fogom csinálni, hogy dupla horda, és meddig bírom. Fölengedem őket kicsit, azt utána meg nekiállunk visszafele nyomulni. Ez az. És akkor így mindig ilyen hullámokba. Szárazáskor kicsit elfutó. Megy a varrógép, gyerekek, megy a varrógép. Az, hogy fölfele nem igen tud futni. Ugye a karakterem? Ez egy izé, ez egy ilyen 22-es csapdája. Ezek meg ugyanúgy futnak, érdekes. Szerintem legalábbis. Aha. Jó van, gyerekek, minden oké. Meg kéne javítanom a fegyóvat. Aztán akkor ide van. De mi? Szétcseszték az egyik létrafokot? Hogy nem tudtak följönni? Valószínű mi? Vagyis lépcsőfokot? Iha. Azért nem kéne itt... Nem kellene itt megdögleni. Kéne akkor már lőszert megint magamhoz venni. Nekem ez az M60 ez nagyon adja. Egyébként ez rohadt jó. Ha, mellé volt, gyerek! Mellé volt! Béna voltál! És érdekes azóta nem ilyen robbantós, gyerekek. Komolyabb oda, ez le van szkriptelve, lehet, hogy ilyen nagyon bázis témában vagy. Az a baj, hogy beszpónolja megéri is őket, ugye? Ez nincs el nagyon védett hely. Jó. Talán az is csomagok nem tűnnek el.
valami rendőr zombi lövöldözik téged. Nagyon köcsögő a szemembe. Azt utálom azt a zombi rendőr. Hüpp-hüpp barba trükk, oda nézzetek. Itt rob... hát ezt nagyon lelopták. Ja, hát ez nagyon kevés, ez nagyon kevés. Ezt... ennek semmi értelme nincs ennek a bázis elrendezésnek. Ide valami nagyon masszív cuccot kell. Hogy minél hamarabb megölni őket. Ah, már rá is jöttem egyébként, hogy fogom csinálni. Jó, a rendőr. Ne bántsa a rendőr, zombi. Hát ott beszpónolja, ott a rendőr beszpónolta. De remélem azért hallatok valamit az én hangomból is. Nagyon hangos ez a gépfegyver. A varógép azért megint beszpónolta meg én, bazeg. Ja, berakosgatja meg én őket sajnos. Hey, a cikcakba futós rohadt élet. Mondjátok, hogy a zacsik nem tűnnek el. Itt voltak zacsik, remélem. Nem tűnnek el? Vagy bele kell nézni hozzá? Nem, szerintem nem tűnnek el. Itt akkor rengeteg útunk lesz, az biztos. Figyeljetek, az is egy jó megoldás lenne, hogy ameddig itt. Aha, az egy jó megoldás, figyelj. Adjál neki Sanyi. Egy az egybe. Gyertek rám, gyertek rám. Csak ugye rendőrökkel lesznek a problémák. Ütögessétek csak nyugodtan. Gyere! Egy ilyen piramisnak a teteje, gyerekek, az lenne a legjobb megoldás. Ahol ugrániuk kell fel, baze. Megvan a megoldás, nézzétek, hogy be vannak lassítva. Fölállsz a tetejére, ezt jöhetnek százával, baze. Nézzek, hát egy kiló, vagy egy év mire följönnek. Ez a megoldás, gyerekek, és annak nem baj, hogyha szétrobbantják. Megvan a megoldás, hogy milyen bázis a tökéletes. Egy rohadt magas, egy... hú, bazzeg. Egy rohadt magas piramisnak a teteje, gyerekek. Az kell. És az végig csapda minden. Minden hangszer játszod. Most megvilágosodtam. És végén még a... az a koncepció fog erő lenni, amit először próbáltam. Mondottam, mögöttem vannak a huncutak. Én szomjas vagyok? Hát még így a kis közbe, bazzeg. Hát ez igen jó. Az a baj, hogy még ezt túlélem, de szerintem dupla ennyit már nem fog, nem remélnék túl. Ott is kivertek egy oszlopot, még csoda, hogy nem szabad, látod? Úgyhogy így cönkretették a dolgokat rendesen, az meg ott üti be az. Kéne innom egyet. Biztos itt vannak a sarkomba, aha. Várja, iszok egyet. Eszek is egyet. Az kell egy piramis teteje, lépcsőzetes piramis teteje. Tökéletes, gyerekek, annál jobb nem kell. A közepén meg lehet egy leugró nyílás a piramis belsejében, ami lenne maga a... várjatok, gyerekek, még egy javítást megoldok itt. Ami maga lenne a piramis belseje, a pánik szoba, értitek? Ez az, micsoda sorba. És a piramis kell ilyen sorba rendező dolog. Hogy a piramis falai legyenek olyanok, amik sorba rendezik őket. Vágjátok. Úgyhogy azt kell, ezt kell megoldani. Az a baj, elég sok anyag kell hozzá. De ugye, hogyha tömörre csinálod a piramist, akkor konkrétan nem baj, nem gázok, hogy robbantó zombik se. De tényleg az kellene, hogy sorba rendezi őket.
ilyen labirintiszerű, vagy ilyen falak kellenek, vagy ahol ne akarjanak felugrani, hanem inkább sorba jöjjenek. Látod? Mert így sorba tudod rendezni őket egy ilyen kitöremkeréssel. És ugye sokkal könnyebb őket akkor eltalálni, meg figyelni rájuk is. Gyerekek, hány szintet lépek baza ebből? Hát átgázolok rajtuk baza. Nagyon jó, nagyon élvezem. Ha ilyen oszlopokkal, ugye ezeket kikerülik, sorba tudod rendezni konkrétan őket. Stand alone. Utána jöhet a lootolás az egész bázis környéken. Az konkrétan a fejére ugrottam el. Ez nagyon jó volt. No probléma, gyerekek. Fura vagyunk a helyzetnek. Max HP vagyunk végig szinte. Jó, lőszert neki kell állnom gyártani, most jöttem rá. Bazzik, kidöntötték a fát. Mi a fasz? Kidöntötték ott egy fát, gyerekek. Imádom. Hát komolyan mondom. Ilyen izé feelingem van, ilyen Quake 3 Arena feelingem van. Már csak egy railgun kellene. Hát hogy túléltem ezt a motoros dolgot, de mondjuk az egy bug lett volna, azért elég ciki lett volna, hogyha abba halok bele, 4% HP-val túléltük. Az azért beteg volt, gyerekek. Na, most egy kicsit sok. Jó, kicsit trükközök. Na figyeljetek, megmutatom ezt a sorberendezést. Ugye, hogyha eljössz egy ilyen oszlopok mögött, között, akkor konkrétan ezeket kicserelik, vagy kikerülik, és akkor itt sorba fognak jönni. Az a baj, meg én is spónul, így nem az igazi. Hát itt most pont nem rendezte sorba őket. Parkour skillem jó lenne kimaxolva, akkor tök jól tudnék ugrálni közöttük. De meg van fejtve, hogy hogy fogom túlélni a legdurvább hordát is. Akár bázis nélkül. Magas piramis izével, ilyen ugrálós résszel. Próbáljuk ezt is így az utolsó percekbe. Hát ez nekem nem. Nekem ez valahogy nem jó, nem adja. Egy az, hogy távolra teljesen szar. Ez meg ugye nagyon távolra, középtávolra és közelre is kurva jó. Érdekes, hogy betámadják a izét néha. A... Mi ez? Trader. Jó reggel van, gyerekek, maradékot kiírtjuk.
Ja, meg futkoráltak. Ez milyen zombi, azt nem is láttam még, hogy piros volt a ruhája. Olyanba. Lootolunk ezerre, úristen, ez nagyon... Ez adrenalin volt, ez jó volt. És még emelni fogjuk a tételt. Viszont elvetjük azt az ötletet. Na, ilyen piros ruhásra nem emlékszem. Ilyenre. Jó, van, nyugi van, gyerekek, az első dolog, hogy merre van előre. Mi a szar ez? Na, tanuljunk is közben. Meg mindent össze kell szedni, annyi loot lett, mint a sár. Úristen, mi volt ez, gyerekek? Stúlétel képer. Mire van? Úgy imádom, figyeljetek, föl kéne vennem a lootolós szetemet, nem? Hát akkor már bazza, nincs looter csokim? Vegyük már föl a lootolós szetet. Ezt kétszer vettem föl, na várjál. Megkaptam rá a bónuszt. Fölvettem minden részén, ja nem a sépé, sepé nincs rajta. Most van a lootolós szet. Oké, gyerekek. Aztán akkor minden is jöhet. Remélem nem tűnnek el. Ja, az a baj, hogy nem. Várjál. Elvileg, ha végignézem, akkor utána már biztos, hogy nem tűnik el. Szóval akkor az van, hogy végig gyorsan megpróbálunk. Végig lootolgatjuk, meg legalább meglátjuk, hogy mik vannak kizajék érdekesebb dolgok. Végig futunk az összes looton. Meg hát ez a rengeteg izé, ez nagyon jó. Rengeteg könyv. Én nem tudom ugye kilootolni őket, azért megpróbálom azt. Ha nem tűnnek el, jól van. Úgy látom egy jó darabig, de azt hiszem, hogy ha belenyúlok, akkor semmiképpen nem fognak eltűnni. Remélem, hogy jól gondolkozok. Hát még a izénél vannak egy csomó, ezt már néztem, ugye? Itt is kiírja, hogyha... untouched? Csak nem értem hozzá. Én szerintem bazet, hogy tűnt el lúd, gyerekek. A piros lútok hol vannak? Szerintem tűnt el, bazet. Tűnt el. Itt is több volt szerintem. Tűnt el. Na itt, ezért jöttem le, látjátok? Hogyha ezt kiütötték volna, valószínűleg ez a fele leszakad volna, úgyhogy kettő darab blokk fogta. És ez cobblestone, ez azt hiszem, hogy nem is beton. Mert ugye, itt is ütötték végig, baza, ütöttek minden. Fú, elég jó, le kellett jönni mindenképp. Ez jó volt, hogy azért így túl tudtunk élni valamilyen szinten, de viszont a piros lootok meg az ideig szerintem eltűntek a picsába. Mert ott tuti, hogy volt piros lootunk. Jó, hát aztán annyira nem érdekel ám, mármint nem ezen fog múlani itt a gameplay. Jó, itt fölmegyek aztán. Jó van. Gyerekek, nem volt rossz, én nagyon élveztem, kurva jó volt. Ilyen hülyeségeket megiszok, megeszek, hadd szóljon. Volt aztán még valami macska kaja, nem? Van kettő ilyenem is. Azt kipakolok a francba. Hány darab izénk lehet skillpontunk? Szerintem rohadt sok. 5 skillpontunk van, yes! Ez nagyon jó. Figyeljetek, mindenképpen az lesz, hogy oda néz, még itt is kitört. De ez mitől? Mi a franc történt itt? Nem is emlékszem. Lehet, hogy lőtt valami. Ugye ez is csak kabőzt, ezek mind szarok. Ugye nem izé, nem csinál. Miért van ilyen sötét itt, he? Mi a franc történt itt? Kilőtték a generátort? Vagy kifogyott az üzemanyag? Várjál. Ez megy még, nem? Ha megy, ha. Gyerekek, eltűnt a vizeink. Egyik lámpa sorunk. Figyeled? Elment borél. Pedig ez kapcsolja az egészet. Hát de... Mi a fasztól? Mi történt, gyerekek? Miért durrant el az egyik lámpa sorunk? Ezt nem tudom elgérteni. Hú, azért ez jó volt, tényleg, ezt élveztem nagyon. A 9 mm-es lőszert kiszórjuk, én mondom kiszórjuk, nem berakjuk. Nem keverjük. Oké. Okay. Hú, jó volt, élveztem, esküszöm, élveztem. Ezt együk meg ezeket a kajákat. Most már nincs konzervdoboz, mi lol? Szerves craft, volt itt rongy.
Meg ez valamennyire kipakolok, hogy azért... Nem tudom. 762-es lőszer is van, meg sörétes is. Menjen a sörétes, meg menjen a 762. 762-nek jó olagára vártunk azért. Valószínűleg kell kezdenem lőszer gyártanom. Ide meg már nem fér. Jó. Szervetlen craftba mehet ez. A kühihöz, menjen be ez. Meg ez menjen be a washoz. Egyébként lőszert tudnék szerintem gyártani, nem? Úgyhogy valószínűleg 762 gyártunk egy Rahedlivel, meg valószínű, hogy 2 darab puskát is össze fogok rakni ilyet. Nem fogom használni a többit, hanem azt fogom csinálni, hogy legyen belőle egy 2-3, hogy ugye nem lesz időm javítani, semennyi, szóval inkább legyen több ilyen, és akkor váltok köztük. Vágjátok, szerintem, hogy ez tök jó. Egyébként egész jól megúsztuk, azt nem tudom miért fosta el magát ez a rész. Itt valami történt? Mi ment el? Hát majd az izé, Wire-re meg tudom nézni. Itt ütött valamit az izé madár, de szerintem az izék maradtak. Ezt nem is értem, hogy ez hogy miért ment el. Mitől ment el a villany itt? Ezt tényleg nem értem. Ugye ez a lépcsőház villany. A másik, hát ezt nem tudom felfogni. De várjátok, itt meg... Jó, de itt meg még mindig sül a clay, de jó, jól van, oké. Ez tök jó, mert akkor így meg jön bele. Meg ugye tudunk majd betont. Most már kitaláltuk ugye, hogy lesz akkor a izénk. A még jobb bázisunk. Elment a villany, bazze. Lol. Nem tudom miért. Itt is elment a villany, Dick. Ez az ág, ez elment. De ahogy kilőtt minket az izébe, a kb. A világűrbe ez a rendszer, hogy ez a játék, azért az egy vicces szituáció volt, nem? Gyerekek. De most összecenem már az összes lootot. Ez nagyon komoly volt. Ja, itt ez is tök jó, hogy kibírta be, az oda nézzé. Hát itt ez megint a levegőbe áll. Gyerekek. Leomlasztották itt. De ezt hogy omlasztották? Ja, itt ezt ütötték ki. Leszakadt. Érdekes. Ja, meg itt is, ezek a refik, ezek nem igen mennek. Itt valami nagyon csinobli lett, gyerekek. Meg megnézem, várja. Miért nem jöttek fel egy idő után? Mi történt? Kiütöttek valami lépcsőblokkot, ahogy beszéltem. Mondtátok is egyébként, hogy előbb-utóbb ez a lépcső, ez szar, mert itt kiütöttek Dick. És onnantól ugye, nagyon nagy mázli, hogy lejöttem, szerintem 2 perc. 2 perc alatt beszakad volna a bázisom. Ez itt leszakad volna ez az egész rész, szerintem legalább egy, mit tudom én, eddig így lefröccsent volna. Ott vannak a járművei, motorok. Itt is mik ezek a izék? A robbanástól így szétcsesződtek, ez is jó. Ez kemény volt ez a robbanásos dolog, ez tetszett. Mármint tudom, hogy mondhatni, hogy bukta volt nekem ez most, de mégis azért volt egy ilyen feelingje, nem? Egy ilyen... Hát ez nekem tetszett annak ellenére, hogy itt izé volt, itt 6 harakiri volt. Hát de viszont ez itt kuka. Ez nem jó ez a bázis, de viszont kitaláltam a jó bázist. Lépcsős, izék kellenek gyerekek, lépcsős piramis, magas lépcsős piramis, és annak a tetejére fölászt végtelen izéd van, végtelen időd kiirtani mindenkit, és a legfőbb tetején még tudsz egy olyat csinálni, hogy arra egy rácsos izét, egy ilyen hasonlót, mint azt, tiszta acélban, az dupla rácsa mindenne, hogy ha esetleg eljutnak hozzád, akkor azért bírjad, érted? Hú, ez jó, mert itt, hát ez egy küzdelem volt, amikor itt egyesével ugráltak fel. Ugye az a gond, hogy itt robbant valami, szerintem itt fölrobbant egy hülye, de... Igen, itt felrobbant egy hülye, biztos, hogy felrobbant. Meg itt robbant föl egy hülye szerintem. Ugye itt csak cobblestone volt. Ott beton jobban is bírta. Hát itt el is szarta magát az egész rendszerünk. Meg ugye itt, valahol itt is robbant egy, csak a beton jobban bírta. Ja, itt robbant, igen, itt ez ki is csapta a cobblestone-t is. Meg a betont is ott beledurrantott, itt robbant föl valahol. Fú, ez jó volt, de jó volt, nagyon élveztem. Kösz, hogy itt voltatok velem, tök jó volt. Figyeljetek, teljesen újra tervezzük az egészet. Mindenképp most arra koncentrálok, mert ez nekem nagyobb bejövős ez a,
ez a horda téma, és mindenképp a következő az dupla ilyen erős lesz. Dupla, nem kis pályázunk, dupla ilyen erős lesz. Ugye még dupla ennyi zombi fog támadni. De ahhoz ki kellene építenünk egy rohadt jó ízét, egy olyan piramisszerű dolog, az lenne jó. Legalább egy ilyen magas lenne, mint ez a bázis. És képzeljétek, hogy itt egy folyamatosan ugrálnék én nekik így. Egyesével, minden blokknál egyesével ugranak. Hát képzeljétek, milyen sokáig tartana nekik följutni. De viszont az se egy rossz megoldás lenne, hogyha például lenne egy ilyen rampám, és az lenne végig ilyen ugrálós résszel. Csak ezzel az egy probléma, hogy ugye lehet, hogy elkezdik fúrni oldalról meg minden, de egy piramist nem tudnak oldalról fúrni, mert egy piramis az egy ilyen, hát nem is piramis lenne, hanem piramisszerű, de inkább egy ilyen kúp. Kúpszerű inkább. Ugye ott is, így, ilyen, amilyen ott, várjátok, ezzel jobban tudok zoomolni. A nagy francokat nem zoomol, ez semmivel jobban szerintem. Ez tök vicces, mert szerintem ez nem is zoomol jobban. Lul! Így zoomolsz, hát majdnem ugyanaz. Pedig ez nem is tudom, hányszoros távcső a maxos. Lol, ez vicces. Tényleg most veszem észre. Kb. Mindenre ugyanúgy zoomolsz. Még a kalapácsa is, mi? Ja. Oké. Hát ez egy kaki fegyver. Költsük el a izéket, skillpontok a gyerekek. Aztán ez így, ez nagyon pörgött. Nagyon pörgött, nagyon bírtam. Igen, az a baj, itt ez a penetration is, ugye? Ez is jó lenne. Fú, gyerekek, már megint itten kezdődik. De viszont nagyon bírom ezt, hogy drongálok. Ez nekem nagyon jó, és ez miatt a parkort jó lenne felhúzni. A run-engen nagyon kellene nekem. A run-engen nagyon kellene. Mert ugye mindig akkor lassultam le sajnos, amikor izéltem. Mi az? Amikor tárasztam. Az nagyon nem jó. Parkour, a run-engen. Meg nincsen valami olyan... Ami még... Heavy armor megvan. Ezek nem kell... Gyorsan átnézem, egy pillanat, gyerekek. Lucky Router maxon. Ja, ez a penetration, ez jó lenne, hogyha lövök. Egyébként, de viszont arra... Hetesen van az attribúciója. A penetration... 6-os level. Ezt föl tudnám húzni eddig light-osan 3-asra. Hát igen. Viszont nagyon tetszik, hogy gyorsan mozgok. Ez rettenetesen jó. Ez egy csoda. Ez böszme jó. A kardiom az fönn van maxon. Fönn van maxon. Ugye más ez nem befolyásolja a gyors mozgást. A parkour azt föl kéne rántanom, csak az a baj, ahhoz kellene nekem egy 8-as agility. Viszont az agility az alapba ja, csak az a baj, hogy ez az agility pont igazából olyan dolgokra nagyon nem adom ilyen. Jó, figyeljetek, mennyi agility kéne? A parkört, hogy fel tudjam nyomni? Következő szintig 6-os. Hát akkor rakjunk már el, nem baj. 5-ös, 6-os. Nekem ez nagyon adja. Itt meg ugye 8-osra kell, úgyhogy én még egy kicsit följebb megyünk, és akkor még... Ja, már 2 pont kell itt, aha. Nem baj. Az agility, vagy a parkört fel akarom húzni maxra. Akkor nagyon tetszik, gyerekek. Ezzel bazek. Zajon tudod szivatni a zombikat, meg ugye föl tudsz ugrani, majd, meg már most is, ilyen tök magasra. És akkor ugye, el tudsz olyan helyeket érni, amiket tök nem máshogy. Ez rohadt jó, mert ugye például ilyen magasra nem tudnak följönni. És az akárhol tudod ezt használni, most épp egy questelés közben is. Hogy fölugrasz akárhol, ahol nem érnek el. De ez mekkora király dolog, nem? Fölugrasz egy helyből egy tábla tetejére, amelyik... 2 méteres szerintem, ez 2 blokk magas. Azért ez egy cool dolog, nem? Most a piramisnál is, hogyha majd izélünk, ugrálunk, akkor hoppá, érted?
Mekkora király. Ennek a tetejére föl tudok ugrani, mekkora király. És ez még nem a max level. Vágod. Úgyhogy ez egy jó dolog. Ez baromi jó. Meg valószínűleg, hogy talán kevesebbet is sebződök, ha cselejesek. Bár azt nem néztem meg. Na jó, ma gyerekek, köszönöm szépen. Neki kell állunk kicsit is gyártani. Most rájöttem. Lőszert. És kell csinálnunk legalább kettő, nem, három, minimum három darab ilyen G-fegyvert. És csak azokat bepakolni. Minden egyet szarrá maxolni. Mod szempontjából is. És akkor nem kell javítanod. Vagy pedig, hogyha javítod is az egyiket, akkor ugye át tudsz közben váltani a másikra. Mondjuk kettő elég, mert csúcson jól csinálni, hogy ezt javítod, és akkor egyből átmész addig a másikra, és amíg javítódik, akkor így váltogatod. Kettő darab elég. Úgyhogy módosítjuk ezt a dolgot. Szerintem Parker 3-ason már a 2,5 méter magasság. Várjál, megnézem. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi a Parker 3, vagy a Max Parker 4-esen mennyi a ideje. Distance 5 méter. Aha, 5 méterrel növeli hogy a zuhadási sebességet, és higher. 2 méternél magasabbra tudsz... És soha nem törik el a lábad. Meg gyakorlatilag maxra hozod a Parkert, akkor nincs az, hogy maximum HP-t vesztesz, viszont nem törik el a lábad, meg nem történik vele semmi, nem picamodik ki. Azért az nagyon adja. Hát ez nekem nagyon tetszik. Most HP-t vesztesz, érted? Van már 200 HP-t ilyen nagyobb szinten, akkor az már nem egy olyan nagy problém. Hanyos szinten vagyunk, bazze? Adjatok már valami jót. 89-esen gyerekek, lassan 100. Lehetne a végcél az, hogy minimum 100-ra föl kéne durrantanunk magunkat. Fú, de jó, nagyon bírom. Ez miért van nekünk? Ja, mert beküldtem valamit. Ja, meg a izé. 100%-os. Jó. Meg a stamina bónusz. Ez a stamina bónusz, ez a robot is baró jó. Nagyon jó. Hát ebbe is kellett volna, ebbe kellett volna ugye előszert pakolnom, aztán akkor nem kellett volna rohangálnom össze-vissza. Szóval egy kicsit megoldhattam volna jobban is ezt az egészet, de durva, hogy itt szétfröccsentek a... ez jó volt, ez nekem nagyon éltem, gyerekek. Érdekes, hogy azt írja, hogy 2 méter magasra tudok ugrani, de szerintem ez 2 méter magas. Mert ez 2 blokknyi. Ez 2 blokk, és erre már fel tudok ugrani. Úgyhogy szerintem ennél 2,5 minimum lesz. Úgyhogy hát ilyen létre a tetejére felugrik, lol. Oké, gyerekek, köszi szépen a figyelmet. Nekiállunk a izének, nekiállunk a lépcsős piramis, horribilis méretű lépcsős piramisunknak. Hát ott valószínűleg, hogy csak a külső, mit tudom, 3 blokk vastagság. Ugye, egyébként úgy lenne jó tényleg, hogy a tetején lenne egy... Hú, csak azt hova építsen, mire lehetne jól építeni? De a motorral valószínűleg is nagyon jó, annyira éltem ezt a részt. Valahova ide kellene építeni, egy icipicit távolabb, esetleg ide a fenyves környékére. Valahova ide, de ugye jó nagy... Na mert te? Anyuci, nyugodjál már meg, more. Valahova ide középre, lépcsős piramis, jó nagy alapterülete lesz. Meg egy olyan magas, hát iszonyat mennyiségű anyag kell hozzá. Úgyhogy nem tudom, azt nem, valahogy majd kitaláljuk. Hát el kéne menni fát még. Tudjátok, hagyjátok már, tudjátok mit kellene csinálni nagyon gyorsan. Kéne fát ültetnem, nem? De hova? Itt annyi fa van, mint a sár, nem kell fa. Jó, oké. Bocs, gyerekek, csak már nagyon be vagyok idéves hozva. Ezzel az járművel, meg nem tudom, miért nem járok egy odébb, mert már 28-szor beszéltem vele, hogy mindig neki megyek. Ez egy jó nagy kaki ez a jármű egyébként. Jó van, gyerekek, köszi a figyelmet. El is búcsúzom, és akkor koncentrálunk a következő kihívásra, ami nem lesz mások, mint a következő kihívás, nem lesz más, mint ugye a dupla, még ennek a duplája erősségű zombi horda kibírása ennyi időn keresztül. Na, köszi szépen a figyelmet, remélem tetszett a videó. Nyugodtan írjatok ötleteket, hogy milyen fajta bázis lehetne csinálni, de légy színe ilyen izéket tudjátok, ez a repülőbéz, meg minden, hanem az, hogy valami logikus bázist, ami reális, nem ilyen ez idézőjeles csites, vagy pedig ilyen exploitot használó, azokat hagyjuk inkább, hanem az, hogy egy reális, idézőjelesben reális bázisban, hogy tudnánk kibírni. Egyébként tudjátok, mi jut eszembe?
nem tudom, láttátok-e a Alien versus Predator 1-et, abban volt egy jelenet, amikor a piramisnak, ott is egy ilyen, egy piramisnak a tetején voltak a predátorok, és az alienek így özönlöttek fölfele, és akkor dizéltek, így lövöldöztek lefele a predátorok, meg így izé, meg így kaszabolták az alienek, egyre jobban így ontották, özönlöttek az alienek, és a végén ugye, amikor már minden vesz volt, a predátor benyomta az önmegsemmisítőt, és így mindent így elpusztított maga körül, az egész piramist, meg az összes alient, úgyhogy tök izé volt, tök jó volt az a jelenet. Mit akartam mondani ezzel kapcsolatban? Ja, lehetne olyat is ugye, hogy lehetne ilyen izéket is, ilyen csomó csapdát lehelyezni, és akkor lenne egy gomb, és akkor így megnyomnánk, és akkor bekapcsol az összes csapda, és akkor darálja őket, amikor már így mindent előzörlenek, tudjátok, akkor időt tudunk nyerni, hogy rácsapunk a piros gombra, és beindulnak a izék, a protorok, meg mit tudom, darálnak a gépfegyverek. Aztán izé, paks meg leolvad, annyi gépigénye lesz a játéknak. Na köszi szépen a figyelmet, csácsumi csörtészta!